Nemrég meg tudott születni a román bíróságon egy olyan döntés, hogy azzal követ el lelki-spirituális bántalmazást az apa a magyar nemzetiségű gyereke vonatkozásában, hogy a gyermeknek kizárólag magyar kulturális etnikai nyelvi értékeket kényszerített rá, miközben a román kulturális etnikai nyelvi értékeket korlátozta. És olyan magyarországi iskolába vitte többek között például, ahol nem tanítanak románul, nem tanítják román kultúráról, történelemről, földrajzról, szomszédos államok, amelyek magyar területekből részesedtek, egy folyamatos programként azt alkalmazzák, hogy a megszerzett terület és népesség az gyakorlatilag az övéké, és ezt ők, ha úgy tetszik, ebből nem engednek. Tehát az anyuka azt mondja, hogy a fiúról lány, mert igen, ez 20 perce beszélünk, és a leglényegesebb elemet most mondod. Jó, világos, igen. Tehát transzneműnek akarja nevelni?